Kopriva Attila festőművész, a Munkácsi vár nyáron című képe egyike azoknak a kiállított alkotásoknak, amelyek a hagyományos kárpátaljai plener festészetet mutatják be. Az összesen 60 alkotó, 120 művét a Kárpátaljáért felelős kormánybiztosság vásárolta meg, a teljes gyűjteményből helyhiány miatt 54 művész képeit tekintheti meg a nagy közönség Nyíregyházán. Budapesten a Magyarság házában a teljes kollekciót ki tudjuk mutatni, itt most egy ízelítőt kapnak az érdeklődők a mai napon, és azt hiszem, hogy ez a nagyszabású 50 ezer eurós támogatásból megvalósult kulturális mecenatúra is erősíti a két ország és a két nép barátságát. A festményeket ukrán, ruszin, magyar és hucul származású művészek készítették. A kezdeményezést koordináló egyesület elnöke a megnyitón elmondta, bár a kárpátaljai festőművészet alapvetően magyar gyökerekkel rendelkezik, ma már a magyar mellett az ott élő más nemzetiségek alkotói is képviselik ezt a művészeti ágat. A kárpátaljai festőművészet, én azt gondolom, hogy egyedi és párosan része a magyar kultúrának és a nemzeti örökségünknek. Szervezetünk a Kárpátok Művészeti Kulturális Egyesület 9 éve foglalkozik most már Kárpátalján ezzel az értékmentő munkával. Ez a jelenlegi projekt, ez már egyfajta kiteljesedése, aminek nagyon örültünk, mikor megkaptuk ezt a lehetőséget a miniszterelnökség támogatásával, hogy Kárpátalján ma jelenleg élő alkotóktól felvásároljunk olyan alkotásokat, amelyek aztán egy gyűjtemény, amelyből aztán egy gyűjtemény fog összeállni, és ezt a gyűjteményt első körben most itt egyfajta ízelítőként Nyíregyházán bemutatunk, és utána pedig november végén Budapesten a Magyarság házában lesz egy bemutató. Az eseményen a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, az élet számos területén segíti a magyar kormány a Kárpátalján élők boldogulását. Ez egy nagyon jó ötlet, nagyon innovatív ötlet, hiszen nem egyfajta segélyt vagy adományt ad a magyar kormány, hanem nagyon komoly értéket kap cserébe, olyan nívós műalkotásokat, amelyekre méltán büszke lehet egy-egy magyar közintézmény, az odalátogató közönség, diplomáták, a legszélesebb nagy közönség. A kiállítás két hétig tekinthető meg a Nyíregyházi East Art kortárs galériában.